Pogányos lesz a kedves előjáróság, kedves klubtagok, vendégek. Az az igazság, hogy egy picit ugyan elmúlt, de pont azon gondolkodtam, hogy lehetne valami kibúvót találni, hogy az élet bármely napján is nekiszűnjük meg a nőknek a létezésüket. Aztán oda jutottam, ahova Anti barátunk, hogy hát nem. Hát nem bizony, mert minden nap megvan annak a varázsa, ha a férfiak és a nők együtt élnek, és természetesen ennek a varázsa az életében tevékenykednek és tanulnak el. Igen, így van, évszázados, több évtizedes hagyománynál a nőnap alkalmából egy szám virággal vagy virágcsokorral kedveskedünk, de ne feledkezzünk a többi napról se, kedves barátaim, mert hát a harmonikus életnek feltétele, hogy minden nap tartogasson egy meglepetést és kedvességet számunkra. Lehet, hogy most egy tavaszi csokoládé volt az érkezés, lehet, hogy egy kedves segítség, egy kedves kézfogás, de mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a társas kapcsolatunk kiteljesedjen és harmonikus legyen. És hát itt a következő ünnep tulajdonképpen még a nőnapot alig zártuk, itt a húsvét, amikor szintén önöknek, kedves hölgyeknek kedveskedünk. Locsolódással, locsolással, aminek persze már még egy kicsit ilyen ingatag fejrázása végül, hogy köszönjük szépen, talán elég is lesz, de azért szerintem minden hölgy, minden lány megsértődne, ha nem lenne legalább egy igazi locsolója, ebben szerintem egyetértünk. És hát itt a tavasz valóban ezek a szép, kedves tavaszi találkozások, nevezzük akár nyolnapnak, akár húsvétnek, akár tavaszváronak. Nyilván egy kicsit azt is bizonyítja mindannyiunk számára, hogy véget ért az olt évi őszak, szívesebben mozdulunk ki akár a túlfoglalkozásaira, szívesen járunk el egymás településeire, milyen rendezvények vannak. Most kedves ünneplők, kedves barátaim, azt kívánom önöknek, azt kívánom mindannyiunknak, hogy ilyen jó egészségben, vidámságban teljenek a napok, és legyen nőnap, legyen húsvét, legyen bármilyen találkozási apropó, érezzük mindig nagyon jó magunkat. Jó egészséget, sok sikert és én is tiszteltel köszöntöm még egyszer.